Békesség néktek! A mai alapigém az az igehely, ami erre a keresztre is fel van írva, az 1 Korintus 1.18, amely úgy hangzik, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Református templomban állok most Szőlős Gyulán, és református templomokban nem szokás keresztet állítani, baptista imaházakban előfordul egyébként, de a reformátusoknál ez szokatlan. Mégis a helyi hitvalló lelkipásztor testvérünk fontosnak tartotta, hogy legyen itt a Krisztus áldozatának a jelképe, és tulajdonképpen ennek kettős szerepe van itt a gyülekezet életében. Az egyik az, hogy mivel minden évben adódik egy-két megtérő személy, tehát egy nagyon lassú növekedés, egy lassú ébredésnek a tanúi itt a helyi testvérek, az a szokás alakult ki ebben a gyülekezetben, hogyha valaki átadja szívét az Úr Jézusnak, akkor kiáll ide a kereszt mellé, és elmondja az ő bizonyságtételét. A másik, amire használják ezt a keresztet, amikor ez a jelkép szépen felerősödik, hangsúlyossá válik, amikor úrvacsorázni jönnek itt a tagok, akkor el kell menni a kereszt előtt. És nekem az a kérdésem feléd, kedves hallgatom, nézőm, hogy a te szívedben áll-e már Jézus Krisztusnak a keresztje? Volt-e már olyan pillanat, amikor megálltál Jézus Krisztus keresztje előtt, és megvallottad őt? És ha ez megtörtént, akkor szoktál-e megjelenni a kereszt előtt? El szoktál-e menni a kereszt előtt? Hogy a kegyelemnek a jelét, az erejét újból magadra vedd, hogy megújuljál abban a kegyelemben, amiben egyszer részesültél. Én nagyon szeretném, hogyha a kereszt állna a te életedben. Ha Isten fel tudná állítani az ő fiának a keresztjét a te szívedben is. Hogyha megállnál ott előtte, megvallanád a bűneidet, átadnád magadat neki, felvennéd a saját keresztedet is, és sors közösséget vállalnál Jézus Krisztussal a halálban, és itt sors közösséged lesz vele az örök életben is. Adja meg Isten, hogy így legyen. És ha már volt az életedben egy pillanat, amikor megvallhattad az ő keresztjét, az ő keresztjéről való beszédet, akkor legyen ez az ő ereje, ne csak egyszer a hitvallásod alkalmával, hanem újból és újból minden nap a keresztről való beszéd legyen a te erőd. Ne bánd azt, ha mások ezt bolondságnak tartják. A keresztet a bolondok tartják bolondságnak, de az értelmesek számára Isten ereje. Áldjon meg téged az Úr ezzel az erővel. Amen.